megyek közúthálózata az az országos állapotnál, az útvonalak állapota az rosszabb. Államtitkár a megyei közgyűlésben dr. Völner Pál első napirendi pontként Magyarország közlekedési helyzetéről, valamint annak megyei vonatkozásairól számolt be a testületnek. Az államtitkár azt mondta, Győr-Moson-Sopron kedvezményezettnek számít, hiszen 2016-ig számos közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési fejlesztés indul meg, vagy akár fejeződik is be a régióban. Az M15-ösnek a négy sávosítása, tehát hogy a Rajka és az M1-es között megtörténik ez a közúti kapcsolatbővítés, ami nyilvánvalóan a gazdasági összeköttetéseknek is kedvez. A térségben, ami nem a megyét érinti, de ugyanúgy például Komáromnál épül majd egy teherhíd, ami szintén a gazdasági fejlődésnek a célját szolgálja. És amit említettem, hogy van egy olyan útfelújítási program a Nemzeti Közlekedési Stratégián belül, ami 3 éven belül megállítaná az utak leromlását, és egy háromszor-két éves cikluson belül pedig a 2000-es évek állapotára felhozná az utakat, és remélhetőleg ezt tudjuk majd tovább folytatni. A megye valóban sokat profitál az állami útfelújításokból, erről már Kara Ákos beszélt a Győr Plusznak. Most is több mellékútfejlesztés zajlik Győr környékén, amelyek több tízezer család mindennapi közlekedését könnyítik majd meg. Felgyorsítottunk néhány beruházást, illetve le is zártuk, ilyen például Győrt érintően a Ménfőcsanakot és Győr-Új Barátot összekötő útszakasz felújítása, ez egy aktuális felújítás, ez még jelenleg tart. Aztán befejeztük szerencsésen egy jól sikerült projekt keretében a Kunszigeti bekötőút felújítását, ez nagyon fontos, hiszen ipari több mint 1300 ember munkahelyét szolgáló beruházás. Ezt javítja ennek a térségnek az elérhetőségét, és egy nagyon fontos szintén egyébként a győri gazdasági térséget érintően a Győrságot és Nyalkát összekötő Pázmánfalu útfelújítás. Ez egy nagyon fontos beruházás volt a térségben. A közlekedési témákon kívül a megyei testület foglalkozott a területfejlesztési koncepcióval, döntöttek egy stratégiai partnerségről a Felvidékkel, valamint zárt ülésen határoztak az idei megyei kitüntető címek adományozásáról is.